A szeptemberi évadindítás alkalmával mindjárt a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó programjával ajándékozta meg a közönséget a Pécsi Balett. Ekkor mutatták be az Ádám Éva saját produkciójukat, Feridézi Madács embertragédiáját, de nem abban a kronológiai sorrendben. Időutazás az emberiség történetében, mindig ezt az alcímet adnám ennek a darabnak, amit egy filmrendező, Iványi Marcell rendezett, és két ifjú koreográfusunk, Szabó Márton és Molnár Zsolt voltak a koreográfusok, akik a Pécsi Balett első táncosai, és fantasztikusan sikerült, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, tulajdonképpen a közönség körében is nagyon nagy sikert arat. A Pécsi Balett tagjai a tánctechnika megújulása mellett olyan színházi tánctudással, karakteralakítási készséggel rendelkeznek, amilyen Magyarországon egyetlen táncegyüttesben sem ilyen magas színvonalú, hangsúlyozta Urik Teodóra, Kossuth Díjas táncművész, a Pécsi Balett ügyvezetője. Megtudtuk, hogy néhány hónap alatt sikerült turnézniuk és bemutatózniuk is szeptember óta. A Piroska és a Farkas című gyermekdarabot utaztatták meg, és a Diótörőt nemrég láthatta a közönség. A nagy hármas összefogással a tanulfélharmonikusok és a Bóbita és a Pécsi Balett együtt csináltak egy illőzenés Diótörőt 22-23-án decemberben a Kodály Központban 20 gyermekszereplő egy működés, közreműködésével, ami nem volt egyszerű dolog, amikor is csináltunk egy castingot, és 9-10 éves gyerekeket castingoltattunk, hiszen azért olyan nagy képzett utánpótlásunk nincsen, de remekül sikerült végül a dolog Vince Balázs zseniális koreográfiájával. December 28-án adták elő a Kárment a Műpában. A Kármina Buránát január 7-én és a Ludas Matyi gyerekdarabot februárban tűzik műsorra. A 18 fős együttesnek mindez igen sok elfoglaltság, de mindig sikeresen megbirkoznak a rájuk háruló feladatokkal. Ebben bízik Urik Teodóra is.